Sziasztok, én Bence, és itt az EFC 25 Akadémia Legendák Bromley sorozat 14. része. Ebben az epizódban nem fogjuk kezdeni a 2025-2026-os League 2 szezonunkat kettő darab mérkőzéssel, ami az egyik bajnokság lesz, a másik pedig már a Carabao Kupa, szóval ebben az epizódban nem teljes League 2 akció lesz. A Bradford City otthonába látogatunk a szezonnyitóra, majd aztán a Preston North End otthonában fogjuk befejezni ezt az epizódot a Carabao Kupában. Ugye két mérkőzésünk lesz ebben az epizódban, mivel szezonnyitó, és fogunk egy pár dologról beszélni, ami a szezonon kívül történt, és hát van egy pár dolog, amiről kell beszélnünk. Először is kezdjük azzal, amit még ti írtatok, egy nagyon jó ötletet még pár epizóddal ezelőtt, hogy ahelyett, hogy egy magyar játékost a szezon, vagyis hát a klubon kívül fejlesztenénk, ahelyett csinálhatnánk egy olyan koncepciót, hogy berakjuk az összes nemzetet és az összes pozíciót egy forgókerékbe, és ezt ki tudnám választani, hogy honnan hozzunk be játékost, a komment az biztos a képernyőn lesz. És abban az országban, abban a pozícióban felhozunk egy játékost a felnőtt csapatba, és két szezonon át fejlesztjük a saját karjaink alatt, és utána szabadon dönthetünk, hogy megtartjuk-e a játékost, vagy eladjuk akár azt a játékost. És erre ezt egy nagyon jó ötletnek tartottam, szóval így minden szezon elején tudunk plusz játékosokat felhozni, és hogyha működnek a csapatban, akkor beintegrálni őket, ha nem, akkor valamilyen profitért eladni őket, és akkor most a képernyőn lesz az, amikor megforgattam a kerekeket. Egyiptomon landolt az első kerék, a második kerék pedig bal hátvéden landolt, és már találtam is egy prospektust, Azizi Ahmed, 55 overall, 16 éves, 62-82 a potenciája. Még nem hoztam fel a felnőtt csapatba, de most fel fogom hozni őt, és ő lesz az a játékos, akiről két szezonon keresztül véleményt kell alkotnunk. Szóval Azizi Ahmed a legújabb játékos ebben a csapatban. Még mielőtt belemennénk az új igazolásokba, azelőtt szeretném említésre hozni az előző szezonbeli jutalomosztásokat. Ezt egy kicsit reformáltam, ezt az egész szisztematikát, mivel a version 1 az volt, hogy aki a legtöbb szavazatot kapta, vagy akinek legtöbbször említették a nevét, az kapta meg a teljes jutalmat. Most egy kicsit reformáltam az egész szisztematikát, mivel elég sok különböző név került fel a kategóriákban, és azt mindjárt mutatni fogom, hogy reformáltam meg, de ti a legjobb játékos tavaly szezonból Christopher Jakobsont neveztétek ki, egyszer is, vagyis hát legelőször is, ő kapott egy agility upgrade-et, 69-ről felment 71-re, és Ezra Brewer neve is bekerült a kalapba, hogyha megtalálom az angolt. Ezra Brewer kapott egy stamina upgrade-et 68-ról 69-re, remélem ezen az oldalon van, nem ezen az oldalon van, ott van, 68-ról 69-re. Szóval a legtöbbször említett játékos ebben a kategóriában kapott plusz 2 attribute pontot a legjobb statisztikájára, és a kevésbé említett játékos pedig kapott egy plusz 1-et, szóval ugye Jakobson kapott plusz 2-t az agility-ére, és Brewer kapott egy plusz 1-et a staminájára. Legrosszabb játékosnak egyöntetűen Moise Dieng-et szavaztátok meg, ő kapott egy balance upgrade-et, 47-ről felment 50-re. Ez volt a legrosszabb statisztikája a középhátvédnek. Igaz, ez most egy kicsit fehér hazugság volt, mert a legrosszabb statisztikája az a fejelési pontosság, ami 7, viszont ez támadás szempontjából értetődő, és olyan statisztikát akartam neki választani, ami a védekezésben segíti, nem pedig, mint mondjuk a defensive awareness, ezt most vettem észre. Jaj! Na ezzel lehet, hogy hibáztam. Na mindegy, lehet akkor következő epizódra ezt kijavítom, azt teljesen nem vettem észre. Szóval nem olyan statisztikára akartam neki pluszt adni, mint mondjuk a curve vagy a long shots, amit középhátvédként nem igazán használna. De akkor ezt át fogom majd írni balancról defensive awareness-re, ezt teljesen nem vettem észre. A legtöbbet fejlődött játékos díjra megint két játékost hoztatok fel. Az egyik az Ezra Brewer, aki plusz 3 potenciált kapott. Ha jól tudom, most már akkor 87-es potenciája van az angol középpályásnak, ami
ami egy nagyon fényes jövő. És a másik játékos az pedig nem más, mint Bruno Paredes, ő pedig plusz 2 potenciált kapott. A legnagyobb potenciállal rendelkező játékosra érkezett 3 különböző név. Az egyik az Yusu Manga, a másik az pedig Adrián Díaz, a harmadik pedig Behar Badzsami. Kicsit elvesztem a saját jegyzetemben. Ez a 3 játékos kapott plusz 1 overallt, ezzel kicsit szkeptikus vagyok, mert a grafikus interfésze a Live Editornak nem igazán működött. Szóval majd epizód felvétel után megnézem, hogy van-e új verzió, és azzal javítani fogom. Szóval, hogyha Badzsaminak, Diaznak és Mangának hirtelen mondjuk nagyon megugrana az overallja, akkor azt senki ne vegye garantáltnak, majd azt következő epizódban kijavítom. És hát van egy 26 emberes keretünk, amiből mind a 26 játékos játék által generált, szóval a második szezon elejére sikerült erre a pontra elérni. És akkor kik az új játékosok? Hát ugye Azizi Ahmed az egyik, de őt láttuk, hogy felhoztam az akadémiából. Az első új játékos a kettőből az Giuseppe Costa, 63 óval a 6 láb, 5, 18 éves középhátvéd, ballábas. Nagyon kellett oda Bustos mellé egy fejlesztés, és Córdoba helyett érkezett Giuseppe Costa, reméljük be tudja tölteni azt a helyet, és aztán az utolsó igazolásunk ebben a szezonban jelenlegi státuszban az a koreai Il Jung An, 62 óvral jobb hátvéd, 19 éves, ezzel a két játékossal rukkoltam elő jelenleg erre a szezonra, ugye még hátra van nagyon sok még a nyári játékozási időszakból, és ugye ingyen igazolt a játékosokat bármikor lehet igazolni. Szóval ide még, hogyha kell, akkor érkezhetnek játékosok, de ez a két új játékos van jelenleg a Bromlinál. Talán még beszélhetek a scoutokról, hogy hol vannak jelenleg. Ugye Morton az kint van Egyiptomban, úgy gondoltam, hogy az öt csillagos scoutot kell erre az egész szezononkénti kerekes dologra rászánni. Loray kint van Franciaországban, jobb hátvédet és védekező középpályást keres, Hopkins pedig kint van Montenegróban, éppen kapusért. És hát akkor elérkezett a beszéd vége, itt az idő cselekedni. Így fogunk felállni a Bradford City ellen a szezon első mérkőzésére. Paredes, Ali, Costa, Bustos, Ahn, Freeman, Koch, Brewer, Diaz, Jakobson, Badzsami, Bradford, Bromley. Jakobson, Ezra Brewer, nem hittem volna, hogy elmegy azzal a labdával, Walker! Én valamiért nem vártam azt, hogy ez a labda Jakobson elé fog esni, nem tudom miért. Szélre egyből! Paredes véd! Még egyel tovább, Badzsami az, aki kisegít védelemben, de aztán nem tud labdát tartani. Smith, Koch zárja le, Wadsworth. Wadsworth, Smith, Les gyanús, nincs Les, de van Les. Hú, de későn intette be. Freeman, Jakobson indul el a szélen, középen senki, most érkezik Adrián Díaz, visszahúz, lekészít, Badzsami! Pont akkor, amikor vége az első félidő hosszabbításának, kereken a 46. percben Behar Badzsami szerzi Meneza csapatának az első gólját ebben a szezonban, és Adrián Díaz kioszt egy gólpaszt a visszatérésén. Maradjunk annyiban, hogy az igazi visszatérésén. 1-0 Bromley. Cook, nincs Les, Pattison, Paredes. Cook, Smith. Ah, de jó blokk a koreaitól. Jött még egy Bradford szöglet, azt is Pattison fogja elvégezni. Ez már jobb, Burn fejjel rá. Elcsorok keresztbe. Sasha Koch, Ezra Brewer. Ezra Brewer, Behar Badzsami kapja, duplázhat a koszovói, és az már ott van. Azt már vártam, hogy ki fog pattani Jakobson elé. 70. perc. Christopher fiam, mi ez a gól öröm? Mindegy, 2-0. Christopher Jakobson is belövi az első gólját ebben a szezonban. Pattison. Pattison, megjátsza Kevin Ott, Paredes. Kevin Ott, két ember között, Pattison. Gól, 2-1, 84. perc, izgalmassá teszi a végére a Bradford City ezt a meccset, 2-1. Holiday, 2 perc hosszabbítás. Pattison, nagyon rosszul veszi azt a labdát, és Artan Hikael tud abból indulni, Artan!
Nincs harmadik gól, de elég idő csorgott le, hogy ebből ne kerüljünk bajba. 2-1-re megnyeri az első League 2 mérkőzését Joshua Menza csapata ebben a szezonban. Star as you mean to go on. Két gól, mind a két csatárunk betalált, Bajami és Jakobsson is. A végére izgalmasra tette a meccset a Bradford City azzal, hogy visszahúzott egyet, de szerencsére nem ejtettünk pontot ebből a meccsből. A vége, Bradford City 1, Bromley 2, győzelemmel kezdjük a szezont. Tud-e esetleg ez a csapat minden papírformát borító kupa menetelésre indulni? Így fogunk felállni a Preston North End ellen a Carabao Kupa első körében. Paredes, Ahmed, Costa, Bustos, Ahn, Freeman, Koch, Brewer, Diaz, Jakobsson, Bajami, Preston North End, Bromley. Objective, not get battered. Frogshire. Oké, Osmajic. Osmajic, még mindig Osmajic, Bustos. Code Brown, barna kód. Most realizálódott bennem valami, hogy mi nagyon sokszor szoktunk a Preston North End ellen játszani. 11. perc, Osmajic góljával vezet a Preston North End, szóval amit akartam mondani, hogy nagyon sokszor szoktunk játszani a Preston North End ellen egy kupa mérkőzésen sorozat elején. A Barrow-val játszottunk, ha jól tudom, nem tudom, hogy a Hartlepool-val vagy a Grimsby-vel játszottunk a Preston North End-el, de azt tudom, hogy a Barrow-val igen. Nagyon sokszor kapjuk ellenfélként a Preston North End-et egy kupában. Ahmed, az egy szép passz az egyiptomitól, Jakobsson, lehet egyenlíteni! Woodman! Potsz, odébb löki Ahmedet. Tehát ez teljesen másmilyen szint. McCann, Osmajic, jaj. Nem indítottam el, mi történt? Szóval 2-0 Preston. Bajami az egy gyönyörű passz. Christopher Jakobsson, egy érintés! És aztán a lövés Woodman védi. Aztán Potsz játszik könnyedséggel, Osmajic, ne adjunk neki Mester 3-ast. Todarson, Frogshire, Paredes belekap, ott a harmadik. 42. perc, 3-0 Preston North End. És Ahmed abból a borításból felszerett egy sérülést, hát ez nem jól kezdődik. Potsz sokkal gyorsan, mint Manga, Potsz eddig a védelmünket szana szedi a széleken, Osmajic! 54. perc, meg a Rozmaicsnak a Mester 3-osa, 4-0 Preston. Ahn. Nem tudunk kijönni a saját 16-osunk elől, Frogshire. Középre, ott az 5. Osmajic lő 4-et. 65. perc, Osmajic. Quartet, 5-0 Preston. Jakobsson lepattan, az ott marad De Angelis előtt! Hát legalább, ha nem tudunk ebből a mérkőzésből mármit kihozni, legalább egy gólt tudjunk szerezni, hogy azért ne legyen olyan csúnya. Jakobsson az így, you got games on your phone. Frogshire, ki a szélre, Keane. Osmajic! Paredes megakadályozza Osmajic 5. gólját. What now? Osmajic! Pedig gólja. 88. perc, Osmajic 5. Preston 6, Bromley 0. Hika. Jakobsson nem tud rálőni. És a mérkőzésnek itt van vége. Fókuszáljunk a bajnokságra, jó? Hát ebből nem lesz máikus kupamenetelés, legalábbis a Carabao kupában nem. Milutin Osmajic 6 lövésből 5-öt lő. 6-0-ra ver minket a Preston North End, a sorozat eddigi legsúlyosabb veresége. Teljesen másik súlycsoport volt ez a Preston. Teljesen másik súlycsoport. Kiesünk a Carabao kupából, a vége Preston North End 6, Bromley 0. Viszont akkor a 14. epizódnak most van vége. A következő epizódot a Walsall ellen fogjuk kezdeni. Jelenleg ugye 3 pont van a nevünk mellett, amivel negyedikek vagyunk. Ami kicsit sem rossz szezonkezdés, viszont ezt valahogy magunkkal kell cipelni egészen a szezon végéig. És
oda jutunk, ahova jutunk. De ennyi volt a 14. rész, hogy tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Én Bence voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok! I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if